anélkül, hogy az egész rendszerben, érdemben hozzányúlnánk az alapkonstrukcióhoz, Pálffy István képviselőtársammal azt a javaslatot fogalmaztuk meg, hogy az időközi választás és csak az időközi választás az egyéni körzetben, csak az országgyűlési képviselői hely esetében úgy szóljon, hogy az első fordulóban töröljük el az érvényességi korlátot és a második fordulóba is. Tehát az általunk elképzelt rendszerben úgy működne az időközi választás az egyéni körzetben, hogy akárhányan mennek el az első fordulóba, érvényes a szavazás, és akkor eredményes, hogyha a szavazáson résztvevő választópolgárok több mint felének a szavazatát egy jelölt megszerzi. Amennyiben nem szerzi meg, akkor második fordulóra kerül sor. Itt sincsen érvényességi küszöb, tehát mindenképpen érvényes a választás, és eredményes is, hogyha valaki a szavazatok relatív többségét megszerzi. A második fordulóban való részvétel ugyanaz a szabályokat tekintve, mint az országgyűlési választásnál, tehát minden a 15%-os támogatottságot az első fordulóban megszerzett jelölt a második fordulóban elindul. Ha nincs három ilyen, akkor a három legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt indulhat el a második fordulóban. Tehát látjuk, érdemben a konstrukcióhoz nem nyúltunk, nem változtattunk semmit, csak az érvényességi küszöböt töröltük el. Ennek a azt hiszem rendkívül egyszerű a magyarázata, egész egyszerűen rossz a demokráciának, rossz a szavazóknak az, hogyha sorozatosan olyan időközi választásba kényszerülnek be, láss Sopron esetét, amiről lehet tudni, hogy eredménytelen lesz, és sokszor kell megismételni a választásokat, anélkül, hogy egyébként ez eredményre vezethetne. Arról nem is beszélve, hogy egyébként ezeknek a időközi választásoknak a megszervezése is külön költség, mind a választásokon való résztvevőknek, mind a jegyzőnek, a helyi választási irodának, a választókat többször kell megszólítani őket, megkérve a kopogtató cédula gyűjtéskor, hogy támogassák a jelöltjüket. Sokszor a választópolgárok a harmadik első fordulónál már nem is értik, hogy miről van szó. Tisztelt Parlament, ez a módosítás azt gondolom, hogy a józan ész szabályainak megfelelő, semmi extra nincs benne, kérném szépen a támogatásokat. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, képviselő úr, és a ház nevében is elnézést kérek öntől, de továbbra is nagy az alapzaj, tehát nekem nagyon kellett figyeljek, hogy egyáltalán értsem képviselő úrnak a expozéját. Abban bízom, hogy államtitkár asszony nagyobb tiszteletet kap a háztól, minden igaz, akkor ön szól a kormány nevében. Szoborika. Köszönöm, elnök úr. A kormány a képviselői önálló indítványt támogatja, és azokat az érveket, amelyeket az előterjesztő képviselő úr felsorolt, azt szeretném konkrét példákkal is alátámasztani. Kisbéren például négyszer kellett megismételni a választást, mert nem sikerült az eredményességi, illetve az érvényességi küszöböt biztosítani. Több helyen kétszer kellett megismételni, és hozzátenném, hogy a választás mostani költsége 15 és 25 millió forint közötti összeget tesz ki, tehát takarékossági szempontok is szólnak amellett az érvrendszer mellett, amelyet az előterjesztő felsorolt. Támogatjuk, jó lenne, hogyha lennének képviselők, és minden egyéni választókerületben a mandátum betöltése kerülne. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, az Alkotmányügyi Bizottság jelezte, hogy nem kíván előadót állítani, így most a képviselői felszólások következnek. Rögtön két perces hozzászólásra jelentkezett Potápi Árpád János képviselő úr Fidesz, aki kettő percet is kért, meg normál szót is, akkor most a két perces megelőzi a normál szót, de abban is jó lenne az első.
Képviselő úr. A kártyája az. Aki hallja, adja tovább. Potápi Árpád képviselő úrnak a kétperces gombját is, és a normál szót kérő gombját is szívesen érvényesíteném számára, hogy ha itt lenne. Akkor megyünk tovább. Lampert Mónika képviselőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az Alkotmányügyi Bizottságban is elmondtuk, hogy a Magyar Szocialista Párt ezt a módosítást nem fogja támogatni. Nem fogjuk támogatni, mert az egyenlő erejű, egyenlő jogokkal rendelkező országgyűlési képviselői mandátumnál nem lehet ilyen különböztetést tenni, amelyet ez az időközi választásokra vonatkozó megváltoztatott szabályra vonatkozó javaslat mutat be itt a parlamentben. Egészen nyilvánvaló a benyújtásnak az időpontjából, és ha úgy tetszik, még a Kósa képviselő úr személyéből is egyszerű arra következtetni, hogy a kormánykoalíció abéli aggodalma, hogy az időközi választások esetleg a érvényességi küszöb meg nem haladása, mármint a választói részvétel miatt esetleg a kétharmados többségük kophat. Nem véletlen, hogy a püspökladányi választás előtt nyújtották be ezt a módosító indítványt, hiszen az Alkotmányügyi Bizottságban a közös jogértelmezésben, igaz, az ott jelenlévő államtitkár nem adott választ a kérdésünkre, de a ráutaló magatartásból azért én arra tudtam következtetni, hogy a most újonnan kiírásra kerülő időközi választás, amennyiben ez változtatás nélkül elfogadásra kerül, már a püspökladányi következő időközi választásra is alkalmazható lesz. Tehát igazából ez a elnök úr, köszönöm, ha segít nekem, hogy a bekiabálások Novák előtt képviselő jelentkezni szeretne akkor a gombbal. A személyes érdeklődését a képviselő úrnak nyilván, hogyha tanulmányozza az iratokat, meg a sajtóhíreket, akkor ki lehet elégíteni. Szóval igazából a püspökladányi választások előtti politikai érdek, ez egészen nyilvánvaló. Mert függetlenül attól, hogy a kormánykoalíció jelöltje érzékelhető és meggyőző többséget kapott a résztvevők a szavazása után, de hát azért az mégiscsak figyelemre méltó, hogy nagyon passzívak a választópolgárok, ugyanúgy, ahogy ez Kisbérnél volt, tehát helyes, ha a kisbéri példát hozza az államtitkárasszony. Az egy olyan politikai időszakban volt, amikor egy eufórikus választási győzelem, tehát a rendszerváltás után az embereknek óriási volt a bizadalma az új rendszer iránt. Hasonlóan most is óriási várakozásokat keltettek önök a választópolgárokban, és ígértek kolbászból kerítést és mindent, hogyha a Fidesz fog kormányra kerülni. Majd ezek után az óriási csalódás miatt nagyon sok ember maradt távol, és lehet, hogy ez a kisbéri történések is ezt bizonyították, hogy csak akkor lehet a választói aktív részvételre számítani, hogyha javítanak a politikába vetett bizalmon. Tehát sokkal inkább ilyen eszközökkel kellene ezt a problémát kezelni, nem úgy, hogy a feltételrendszert indokolatlanul, egyenlőtlenül megváltoztatják jelen pillanatban az önök politikai igényei alapján. Tehát én azt gondolom, hogy szemben azzal, amit Kósa képviselő úr mondott, hogy ez a józan ész módosítója, mi azt gondoljuk, hogy ez a politikai érdek módosítója. Ugyancsak kritikával illettük az Alkotmányügyi Bizottságban, és itt is elmondom, hogy miközben a választási reformot előkészítő albizottságban a kormánykoalíció képviselői egyébként tiszteletre méltó módon próbálják meg föltárni azt, hogy milyen elvek mentén lehetne valamilyen kompromisszumos
vagy szélesebb körű, a jelenleginél szélesebb körű támogatást biztosítani egy-egy elgondoláshoz, és emelkedett mondatokat és gondolatokat mondanak arról, hogy milyen fontos, hogy a magyar közéletben és a politikai szereplők között kialakuljon valamilyen megállapodás. Eközben csak egy pillanatnyi politikai érdek miatt gondolkodás nélkül megváltoztatják a választási törvényt. Ez a helyzet hasonló ahhoz, mint ami az alkotmányozásnál volt, hogy a Salamon László, úgy látszik a képviselő úrnak jut ez a megtiszteltetés ismét, hogy vezeti a bizottságot, emelkedett mondatokat mond arról, hogy milyen elvek mentén alakul majd az új szép alaptörvény, hasonlóan a választási törvényhez. Közben pedig hetente módosítgatták az alkotmányt, éppen attól függően, hogy az a pillanatnyi politikai érdekük hogyan diktálta. Tehát most is ilyen helyzetet látunk, és hát az érvelés több helyütt sántít, például a költségek tekintetében. Hát pont az önök miniszterelnöke volt ez, aki ellenzéki korában az önök által szociális népszavazásnak nevezett népszavazásnál azt mondták, hogy a demokrácia minden pénzt megér, és nem számít, hogy mibe kerül. Egy jóval kisebb költség miatt most úgy gondolják, hogy néhány évvel ezután már elvszerű és korrekt mondat az, hogy ez mennyibe kerül. Szerintünk nem erről van szó, egyértelmű és világos, hogy politikai érdek miatt hozták ide ezt a módosítást, ezért nem áll módunkban ezt támogatni. Köszönöm szépen. Karácsony Gergely képviselő úr kért szót, ugyancsak normál gombot nyomva. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, azt gondolom, hogy egy létező probléma megoldására tesz javaslatot ez a törvénymódosítás, azonban nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Nem akarom nagyon szaporítani a szót, nyilván föl lehet tételezni politikai szándékokat is emögött, vagy egy aktuális helyzet által indukált politikai szándékokat, de ennél talán fontosabb az elvi fenntartás, amit már Lampert Mónika képviselőtársam is szóvá tett, az, hogy az az eljárás, ami lehetővé tenné, hogy a időzével rendes parlamenti választások más szabályok szerint zajoljanak le, mint az időközi választások, ez nagyon súlyosan sérti az egyenlő szavazat, meg az egységes képviselet elvét. Hogyha más szabályok vonatkoznak bizonyos képviselők megválasztására, akkor az ő legitimitásuk is más lesz, illetve azoknak a szavazóknak, azoknak az állampolgároknak a szavazata is más súlyat vessék latba, akik a különböző szabályok szerint megtartott különböző választásokon szavaznak. Ezzel együtt is szerintem a probléma megoldható, sőt azzal egyetértek képviselőtársaimmal, hogy megoldása is szorul, hiszen egy másik súlyos erb sérülhet akkor, hogyha például a püspökladányi polgároknak amiatt nem lesz képviselője, mert nem lehet érvényes választást tartani a választókerületben. Azonban hát van egy lehetséges megoldás, és én be is adtam egy módosító javaslatot, hogy gondolkodjunk ebbe az irányba. Én felvetném azt a kérdést, hogy szükség van-e egyáltalán, legyen szó időközi választásról, vagy pedig rendes választásról, a második fordulóban érvényességi küszöbre. Egy kétfordulós rendszerben azt gondolom, hogy helyes, hogyha az első fordulónál az intézményi rendszer arra buzdítja az állampolgárokat, hogy a lehető legnagyobb arányban menjenek el szavazni, tehát amellett azt gondolom, hogy lehet érveket felhozni az első fordulóban, legyen érvényességi küszöb. A módosítás nem érinti az eredményességi küszöbet, ezért erről külön nem kell szólnom, de nyilván amellett is szólnak érvek, hogy a választó, a résztvevő állampolgárok többsége támogassa azt a jelöltet, aki aztán később a parlamentben képviselni fogja azt a választókerületet. Azonban a másik fordulót azért tartjuk, hogy mindenképpen dőljön el a dolog, ezért a második forduló esetében nyilván eredményességi küszöb sincsen, tehát ad abszurdum elképzelhető lenne, hogy a második fordulóban sincsen 50%-os támogatottság egyik jelöltnek sem, bár a politika, a pártok meg a szavazóknak a kooperáció ezt megoldja ezt a kérdést, de elvileg ez lehetne máshogy is. Azonban az vitatható véleményem szerint, hogy a második fordulóban, amit mindenképpen azért tartunk meg, hogy legyen valamilyen eredmény, és a mandátum sorsa eldőljön, hogy ott szükség van egyáltalán érvényességi küszöbre. Én azt javaslom, illetve az LMP nevében ezt a javaslatot tenném Fideszes képviselőtársaimnak is, illetve mindenki másnak itt a házban, hogy gondoljuk át, hogy a második fordulóban van egyáltalán szükség akár mekkora érvényességi küszöbre. Ha ezt a küszöbet eltöröljük, akkor tulajdonképpen megoldódik az a probléma is, amit most meg akarunk orvosolni, és nem keletkezik egy másik,
az, hogy a választópolgárok, illetve a mandátumok egyenlősége sérül a különböző eljárások miatt. Én magam részéről, bár nem állítom, hogy minden európai ország választási rendszerét ismerném, de olyan választási szisztéma az én tudomásom szerint nem létezik, ahol az időközi választásokra és a parlamenti választásokra a rendszeres, tehát a úgymond rendes választásokra különböző szabályok, eljárási szabályok vonatkoznának. Olyan rendszer azonban nagyon sok helyen van, ahol nincsen érvényességi küszöb, főleg azoknál, ahol több forduló is létezik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha meg akarjuk oldani a problémát, akkor ez lehet az a helyes út, amivel nem nyitunk újabb problémákat, úgyhogy ajánlom a figyelmükbe ezt a módosítást. Ebben az esetben az LMP tudja támogatni a módosítást, a módosító javaslatot. Ellenkező esetben azonban sajnos, bár értjük a probléma fontosságát, és valóban amennyiben rendszeresen előfordulhat az, hogy bizonyos választókerületi polgároknak nincsen egyéni képviselete, az szintén felvet nagyon súlyos legitimitációs problémákat, de ebben az esetben sajnos az eredeti módosító javaslatot nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. Dúró Dóra képviselő asszony következik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Azzal magam is egyetértek, és a Jobbik frakció is egyetért, hogy a szabályozás megváltoztatása indokolt. Emellett nem is szeretnék érvelni, hiszen majdnem mindegyik frakció ezt megtette. Mi is ezzel egyetértünk. Azonban, hogyha a szabályozásnak ezt a konkrét megváltoztatását nézzük, akkor már egy kicsit úgy érzem, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik. Tehát nem kell feltétlenül végletekben gondolkodni, hogy 50%-os egy részvétel, 50%-os részvételhez kötött egy választási forduló érvényessége, vagy pedig akkor töröljük el teljes mértékben, és 0% legyen gyakorlatilag, illetve egy szavazó az érvényességnek a küszöben, hiszen ez az eltörlés, hogyha így gondoljuk, akkor ez a legitimáció eltörlését is jelenti, ami pedig azért senkinek nem lenne nyilvánvalóan jó. Tehát az lenne a Jobbik véleménye, hogy a praktikus szempontok azok ne írják felül teljes mértékben az elvi szempontokat, valamilyen mértékű legitimációt igenis meg kell követelnünk egy időközi országgyűlési választás esetében is. Azzal egyetértek, és a tapasztalatok is ezt mutatják, hogy nem feltétlenül azonos ez a részvételi arány egy általános országgyűlési választások esetében, ezért a saját módosító javaslatunkat ajánlom figyelmükbe, amely az első fordulóban 25%-os részvételhez köti az érvényességet, ez a fele ugye az általános országgyűlési választásokon megkövetelt részvételnek, ami azért úgy gondolom, hogy talán elvárható lenne, és egy bizonyos fokú legitimációt azért biztosítana az első fordulóban, és a második fordulóban figyelembe véve azokat a szempontokat, amelyek itt elhangzottak, hogy ne legyen egy-egy körzetben végtelen számú választás akár emiatt, ott eltörölhetjük ezt az érvényességi küszöböt. Így azért megmaradna valamilyen szintű legitimáció, és elvárnánk az emberektől legalább az első fordulóban a részvételt, és ösztönöznénk is rájuk egy olyan részvételi arány meghatározásával, ami azért elérhető még egy időközi országgyűlési választás esetében is, és a második forduló küszöbölné ki azt az esetőséget, hogy emiatt meg kelljen ismételni ezt a választást. A mandátumok egyenlőségéről beszélt itt Karácsony Gergely képviselőtársam. Hogyha úgy veszük, ez most sem egyenlő, hiszen a választókerületekben nem egyenlő számú választópolgár lakik, és soha nem lesz egyenlő, tehát ilyen problémát nem látok ennek a szabályozásnak a bevezetésével, illetve hát a részvétel lehetőségét nem veszi el az emberektől, ugyanúgy megvan a lehetőség, hogy egy időközi országgyűlési választáson is részt vegyenek. Másrészt, itt nem arról van szó, hogy az adott kerületben akkor mindig időközi választás lesz, hiszen amikor általános országgyűlési választás van, akkor természetesen arra a választókerületre is azok a szabályok vonatkoznak, mint az összes többire, és egy időközi választás egy ideiglenes állapotot teremt gyakorlatilag, amit néhány éven belül az általános országgyűlési választás orvosolni fog, tehát ezt a problémát sem látom, ezért kérem, hogy a Jobbik javaslatát támogassák. Köszönöm. Nincs több bejelentkező képviselői hozzászólás. Van két perces most hirtelen. Braun Márton képviselő úr, Fidesz. Köszönöm szót, elnök úr. Itt valóban alkotmányos aggályok voltak a megválasztott képviselők között Lampert képviselőasszony felvetésében, ami úgy érzem, hogy tolerálható, hogy ne legyen különbség a rendes országgyűlési választásokon és az időközi országgyűlési választásokon lefolyt a szabályok között. De ugyanakkor
a választópolgároknak azt az alkotmányos jogát is figyelembe kell venni, hogy képviselve legyenek a Magyarország gyűlésben, tehát a képviseletük minél előbb megoldott legyen, ezért nyilvánvaló, hogy hozzá kell nyúlni a szabályozáshoz. Én magam részéről Karácsony Gergelynek a javaslatát támogatnám azzal, hogy az első fordulóban ne változzanak a játékszabályok, és a második fordulóban pedig ne legyen semmilyen küszöb, és akkor többséget szerző potenciális jelölt vigye el a mandátumot. Köszönöm szépen. Ugyan csak 2 perces, Lampert Mónika képviselőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Amit Braun Márton képviselőtársam mondott reakcióként, azt gondolom, hogy egy értelmes vita alap, hiszen pontosan ilyesmiről beszélgettünk és folytattunk értelmes párbeszédet a választási albizottságban. De akkor szeretném föltenni azt a kérdést, hogyha most ez nem ennyire sürgős, és nem játszik a pályán a szempontoknál a püspökladányi választás, akkor miért nem lehet megvárni azt, amíg ezt a munkát elvégezzük? Hiszen éppen ma az Alkotmányi Bizottság ülésén Salamon elnök úr mondta azt, hogy ebben a témakörben is van még néhány nyitott kérdés, és nem tettünk pontot a végére. Tehát, hogyha ez igaz, hogy erről még kellene egyébként a kormánykoalíción belül is néhány ügyben egyeztetni, az ott kiderült, de ott ebben teljesen normális szakmai vita folyt, hogy néhány kérdésben a KDNP és a Fidesz között is van még tisztázandó dolog, akkor szerintem nem kell ennyire sietni. Én azt gondolom, hogy lehet erről, ez egy jó tárgyalási alap, amit Karácsony Gergely vetett föl, és Braun képviselő reagált rá. Ezt mi is szívesen megvizsgáljuk a szocialisták részéről, ez egy értelmes felvetés, de ezt akkor úgy lehet jól és korrekt módon megcsinálni, ha tovább folytatjuk az albizottságban az egyeztetést, és nem kapkodunk most. Erre azért sincsen szükség, hiszen államtitkárasszony és Kósa képviselő is azt mondta, hogy nincsen aktuál politikai motivációja. Köszönöm szépen. Gaudi Nagy Tamás képviselő úr, 2 perces. Duró-Dóra képviselőtársam előterjesztett módosító javaslatunk mellett szeretnék jó magam is érvelni, meg kísérelve azt, hogy meggyőzzük Önöket arról, hogy igenis érdemes az időközi választásokat a választópolgárok számára érdekes, izgalmassá tenni, és ugye ehhez át kell törni azt a kialakult sok éves gyakorlatot, ami most már tényleg ugye 21 éve bizonyítja, hogy főleg kisebb településeken, de a főszabály az, hogy igazából nem lehet úgy mozgósítani az embereket, nem érzik húsba hatoló, lényegbe vágó dolognak, hogy elmenjenek választani két hivatalos 4 éves ciklus közötti időszakban, mivel az a kialakult gyakorlat, hogy nem eredményez mandátumot. Most ennek az áttöréséhez úgy gondolom a mi javaslatunk egy jó és hatékony eszközt az, amikor az első fordulóban 25%-ra és második fordulóban pedig küszöb nélkül teszi elérhetővé a mandátumot. Egyébként ez mindenkinek érdeke, tehát épp úgy ugye a kormánypártok is bizonyíthatják azt adott esetben, hogyha sikerül nekik, hogy még képesek voltak megőrizni azt a támogatást, amelyel kormányra jutottak. Ugyanakkor az ellenzéki pártok számára is jó, hogy meg tudják mutatni azt, hogy hogyan változnak a tendenciák, de a legjobb a választópolgároknak, akik végre nem maradnak képviselet nélkül. Annyit még az elmondanék az előterjesztett javaslattal kapcsolatban a második paragrafus körében, hogy a mostani szabályozás, a javasolt szabályozás kitűzött időközi választások tekintetében nem rendeli alkalmazni ezt az új szabályt. Ez püspökladány esetében azért nem lesz akkor alkalmazható, mert lényegében mostan az eredménytelen kör után már egy újabb kitűzés lényegében alkalmazhatóvá teszi Püspökladányra, ahol egyébként a Jobbik jelöltje kiemelkedően jó eredményt ért el, és ugye megközelítette ugye a 25%-ot, tehát gyakorlatilag mi igenis érdekeltek vagyunk abban, hogy ez a püspökladányi mandátum mielőbb megszerzésre kerüljön, remények szerint a Jobbik részére. Köszönöm a figyelmet. Nem látok több bejelentkezőt, megkérdezem az előterjesztőket, hogy bármelyikük kívánne válaszolni a vitában elhangzottakra. Kósa képviselő úr. Elnök úr, tisztelt ház, Lampert Mónika képviselőtársammal egyáltalán nem értek egyet az első felszólásában elmondottakkal. Először is napnál világosabb, hogy a törvényeket nem csak úgy általában a
kozmoszban lebegő társadalom számára csináljuk, hanem valós élethelyzeteket észlelünk, és azt próbáljuk valahogy kezelni. Tehát, hogyha ennek bármilyen javaslatnak, ami a ház elé kerül, van valami kézzelfogható, jól látható oka, az inkább erénye, és nem hátránya egy javaslatnak. Püspöklárány esetében Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam kitűnően rámutatott, hogy lezárt történet, nincs mandátum, véget ért egy folyamat, egy új szakasz kezdődik, majd a köztársaság elnök kitűzi. Egyébként a nyári ülésszakon az ezt a javaslatot, amit én beterjesztettem, ezt végig tudjuk vinni, és akkor egy új szabállyal én azt látom, hogy Püspöklárány is, illetőleg a Sárét-Bihar térség is tud adni képviseletet a parlamentbe. Én pont azt látom aggályosnak, hogy látjuk, hogy nem működik a rendszer, és mindenki tücsörög a fenekén, és egyébként jól el van azzal, hogy pont az országnak egy olyan térsége, ami egyébként az én szűke pátriám, a Sárét-Bihar pedig nem tud képviselőt adni a parlamentben, mert olyan szabályok vannak, amik ezt rendkívül nehézé teszik. Én pontosan emiatt nem hátrányként, hanem inkább érdemként mondom azt, hogy ilyenkor helyes, hogyha valaki, főleg az érintett térségből egy képviselő, mert ugye az egyéni körzetben megválasztott, nem tehet ilyet, mert nincsen neki ilyenje, de én, mint a megyei lista első helyét birtokló politikus, egyébként pedig örülök, hogy ilyen javaslatot teszek, mert szemben ezek szerint akkor az MSZP-vel, mi meg kifejezetten szeretnénk, és gondolom a többi frakció sem zárkózik el ettől, sőt támogatja, hogy a Sárét-Bihar térség adjon képviseletet a parlamentbe, és ne tegyünk olyan úgy, mintha minden rendben lenne, és hát miért nem mentek el elegen? Azért, mert máshol sem mentek el. Másrészt a politika iránti érdektelenséget, amit a képviselőasszony felhozott, azt azért, hát hogy is mondjam, az adott tények nem mutatják. Példának okája, csak úgy biztos nem néztem meg a pontos számokat, az első fordulóhoz képest a második fordulóban résztvevők esett, ha a számokat megnézzük, akkor a Fidesz 5600 szavazatot kapott az első fordulóban, és a második fordulóban a Fidesz jelöltje 5300 szavazatot kapott. Tehát 300 szavazó maradt otthon, aki az első fordulóban a Fidesz támogatta, és a második fordulóban vagy nem ment el, vagy más támogatott. A Jobbik szavazói közül 700-an maradtak otthon, az MSZP szavazói közül meg 900-an. Tehát, hogyha van érdektelenség vagy elfordulás, az pont az MSZP szavazók között kell keresni, egyébként a számok alapján, amit tulajdonképpen meg is lehet érteni, hogyha valaki pont erre az időszakra esett az MSZP kongresszuson, hát ott mindenféle érdekesség volt, ami bizonyára a sáréti MSZP-seket is azért elkeseredéssel tudta eltölteni. Arról az apróságról nem beszélve, hogy az MSZP-snek sikerült egy olyan jelöltet találni a Sárét képviseletére, akiről a kettő dolgot kell tudni. Az egyik az az, hogy ő volt az a magyar hölgy, aki arcát adta a kettős állampolgárság elleni népszavazáshoz. Ez külön egy lelkületet igényel egyébként, mert oké, hogy valaki csendben valamilyen véleményt mondd, de hogy ezt ő büszkeségből, nyilvánvalóan karriervágyból, még arccal is vállalja, az már erős lelki alkat kell, nem éppen a jó irányban. Ráadásul ez a hölgy jutalmul ugye a Sáréten működő lídercsoport ügyeit vívő szervezetnek a vezetője. Ne haragudjon, képviselő, de tényleg megkérdezem, hogy ez a zárszóhoz hozzátartozik-e, mert hogyha a vitában erre kívánnak kitérni. Alelnök úr, én a Sárétet csak egészen érintőlegesen említettem meg, Lampert Monika volt, viszont volt kedves behozni a vitába. De Sárétet mindenki említette itt eddig szinte. De egyébként, alelnök úr, mélyen megértem, hogy ezt a Bangó képviselőjelöltet inkább ne is emlegessük a parlament, hogy a mondatot lezárom, elég az hozzá, hogy éppen bűnverdi eljárás van az MSZP jelöltje ellen. Egyébként pedig az MSZP csúfos vereséget szenvedett ezzel a 12%-kal, a Jobbik kétszer olyan eredményt ért el. De folytatva a javaslatom, és a Fidesz jelöltje pedig 50% fölötti eredményt ért el. De folytatva a javaslatomat, a helyzet az, hogy a Jobbikkal és az LMP-vel őszintén szólva konzultáltam, mielőtt bejutottam ezt a javaslatot, és kértem is Karácsony urat is, és utána pedig a Vona Gábor úrral is beszéltem, hogy gondolkozzanak ezen a problémám, hogy valahogy oldjunk meg. Megvalom őszintén az MSZP-vel nem. Ennek egyszerű oka volt. Az MSZP éppen a
hasadás, nem hasadás állapotában van. Az MSZP-ben szemben láthatólag az egy kötelező penzum, hogy a ki milyen véreszája tudja az éppen aktuális Fidesz felszóló politikus szidni. Nem akartam senkit sem olyan kellemetlen, pont a kongresszus előtt kínos inszonációba hozni, hogy azt tudják mondani a pártársak, hogy Kósával látták, hogy konzultált, tehát bizonyára valami rettenetes dolog, de egyébként legközelebb most már elmúlt ez a veszély, a nem fogok senkit se így inszonálni, csak ki tudja, hogy emlegették volna a Lampert Mónikát, hogyha amellett, amit Gyurcsány Ferenc mondta,